Futó üti a gyalogot, huszár lép a C4-re. Hagyományosan megtartották a Petik Rezső emlékére rendezett Zemplén Együtt térségi sakversenyt Sátoraljaújhelyen. Az esemény a város és a térség sakkozói számára kíván lehetőséget nyújtani, hogy összemérjék tudásukat. A felnőtt csoportba 20 versenyző jelentkezett, de ettől is fontosabb a résztvevő gyerekek létszáma, akik több mint 10 vettek részt a megmérettetésen. A gyerekek leptek meg, akik az előző évek tendenciáját figyelembe véve egy nagy ugrást produkáltak, és ez mindenképpen öröm, mint ahogy a mennyitomba is elmondtam, hogy ugye fontos a gyerekeknek a részvétele bármilyen rendezvényen, bármilyen sportágban, hiszen nélkülük nincs meg annak az adott sportágnak a helyi, regionális vagy éppen országos utánpótlása. Amellett nyilván fontos a gyerekek életében, fejlődésük, gondolkodásuk kialakulásában az, hogyha csak játék szintjén is, de sakkozzanak. Egészen messziről is érkeztek versenyzők, hogy a több mint egy évtizedes hagyományú megmérettetésen próbára tegyék sakktudásukat. Szegedtől, Nyíregyházától, határon túliaktól kezdve Hollóházáig a környék sakkozói itt vannak. Nehéz tulajdonképpen összegyűjteni az embereket, akik szeretik a sakkot, akik ismerik ennek a játéknak az értékeit. Sokan a fiatalok között látok reményt, sokukban tulajdonképpen, akik a mai felfokozott világba képesek leülni és gondolkodni ezen a elmés játékon. A legfiatalabbak közül is egyre többen ismerik fel a sakk hasznosságát. Sakk. Már egy fél éve sakkozom, és nagyon jó, meg nagyon élvezem, és eddig egy érmet nyertem sakkból, akkor ha jól tudom, második lettem a sportcsarnokba. Fejleszti az agyat, meg jó játék. A szervezőknek az a tapasztalata, hogy a fiatalok örömmel és nagy elszántsággal sakkoznak, és igyekeznek minél többet tanulni az idősektől. Az idei létszámuk pedig kifejezetten örömmel töltötte el őket.